viccesen azt mondtuk magunkba, hogy eljöttünk az utolsó vacsorára, de ez nyilván, ha technikailag nézem, persze, mint Hungária Takarék Szövetkezet, mint jogilag önálló entitás, ez igaz is, de természetesen lesz első vacsora is majd, csak az Takarékbank ZRT-nek fogják hívni. A takarék szövetkezetek múltját, annak Tolna megyei vonatkozását, érdekességeket is megosztott Gáspár Csaba, a Hungária Takarék ügyvezető igazgatója azon a vacsorán, amit partnereinek tartott a pénzintézet Szekszárdon. Itt alkalom nyílott arra is, hogy a bank vezetői a takarék szövetkezetek egyesülésével együtt járó változásokra is felkészítsék legfontosabb és legrégebbi ügyfeleiket. Köztük volt a nagymányoki Agroman Kft. Ügyvezető igazgatója is. Cég megalakulása óta a takarékszövetkezetnek az ügyfele vagyok. Igazából a takarékszövetkezetet azért választottam, mert egyrészt személyes kapcsolatom volt a takarékszövetkezet vezetőjével, másképp pedig a rugalmasság és a személyes ügyfél kapcsolat miatt lényegesen jobb lehetőségeink voltak, mint más nagyobb bankoknál. Október 31-én a Hungária Takarék 10 másik takarékszövetkezettel és 2 bankkal együtt beleolvad a Takarékbank ZRT-be. Gáspár Csaba azt mondja, ennek az egyesülésnek az lesz az eredménye, hogy a takarékszövetkezetek egy országos nagy pénzintézetként megújult formában új szervezeti keretek között működnek majd. Az ügyfelekre nézve reményeim szerint esetleg az átálláskor tapasztalható kisebb zökkenőkön túl pozitív hatása lehet ennek az egyesülésnek, hiszen számos olyan erőforrás többlet keletkezhet az újonnan létrejövő takarékbanki szervezeti keretek között, amelyek újabb fejlesztéseket, újabb innovációkat tesznek remélhetőleg lehetővé. A jogi egyesüléssel egy időben a Takarékkereskedelmi Bank ZRT informatikai rendszerét egyesítik a Takarékbank ZRT már működő hálózatával, ezért 5 napos informatikai átállás után október 31-ét követően november 6-án indulnak újra a bank szolgáltatásai, mely az új Takarékbank ZRT minden fiókját és szolgáltatását érinti majd. Ennek a technikai koordinálása, lebonyolítása egy rendkívüli feladat, nem mindennapi semmiképpen, és elképzelhető, hogy november 6-án, amikor elindul ez az új rendszer, több két bankszűnap után, akkor lesznek kisebb fennakadások, de azt kell mondjam, ez egy természetes kategória, ez nem szabad, hogy okot adjon semmilyen feszültségre, ezen túl leszünk, és utána tud működni az új rendszer. Novembertől a takarékcsoport egyetlen univerzális kereskedelmi bankja több mint 1 millió ügyfelet szolgál ki, és az ország legnagyobb fiók hálózatát működteti, körülbelül 1,5 millió számlát fog kezelni.